Egy példa erre elegendő. A feudális rosszul működő gazdaság és a zsidó politikai befolyás Kasztíliában I. Péter, a kegyetlen alatt érte el csúcspontját. Toledo, Burgos és más városok zsidó közössége gyakorlatilag garnizonként működött a közte és féltestvére, Trastámarai Henrik között vívott hosszú polgárháború idején, akinek neve Ai. Henrik, 1369-1379 fölött aratott diadala helyéből származik. Ugyanez az I. Péter a kasztíliai zsidókra ruházta a jogot, hogy az országban inkvizíciót folytassanak zsidó vallási eltérők ellen, és ez 100 évvel az ismertebb katolikus szent inkvizíció kezdete előtt történt. Mint a többi nyugat-európai országban, a nemzeti tudat folytonos növekedése a királyságban, amely a Trastámara ház uralma alatt kezdődött és néhány visszaesés után a katolikus királyok, Ferdinánd és Izabella uralkodása alatt érte el csúcspontját, amelyet a zsidók helyzetének gyengülése és ezt követőleg népi mozgalmak által kifejtett nyomás ellenük, amelyet kiutasításuk zárt le. Egészében a nemesség és a magasrangú papság védte a zsidókat. Az egyház népi ága és az alacsony osztályokkal közösséget vállaló koldusrendek ellenségesek voltak a zsidókkal szemben. A zsidók legnagyobb ellenségei, Torquemada és Jiménez érsek voltak a spanyol egyház legnagyobb reformátorai is. Megszüntették a korrupciót és erősítették kapcsolatát a királysággal ahelyett, hogy a feudális arisztokráciát konzerválták volna. 28 Lengyelország a régi Lengyelország 1795 előtt nemesi köztársaság volt választott királlyal, amely az előbbivel ellentétes példa. Megmutatja, hogy a zsidóknak a modern állam kialakulása előtt jelentős társadalmi állásuk és nagy belső autonómiájuk volt, és pedig egy olyan kormány alatt, amely a teljes degeneráltság állapotában volt. A középkori Lengyelország fejlettsége sokokból el volt maradva Angliái és Franciaországé mögött. Erős feudális királyság parlament nélkül csak a 14. században létezett itt, különösen Nagy Kázmér, 1333-1370 alatt. Közvetlenül halála után a dinasztiában bekövetkező változások és más tényezők a főnemesek és kisebb nemesek hatalmának kiszélesedéséhez vezettek, úgyhogy 1572-ig a király sikerült egy Strómanra csökkenteni és a nem nemes osztályokat kizárni a hatalomból. Az ezt követő két évszázadban Lengyelország a hiányzó kormány miatt az ismert anarchia állapotába került. Ez addig ment, hogy egy nemes a törvény döntését csak jogalapnak tekintette egy magánháború vívására céljai elérése érdekében, más lehetősége nem volt azok elérésére, és a 18. században a nemesi családok vitáit magánhadseregek bevetésével fejezték be, amelyek létszáma több tízezer fő volt és így nagyobb volt, mint a nemesi köztársaság nevetséges hivatalos haderejének a létszáma. Ez a folyamat a lengyel parasztok helyzetének rosszabbodásával járt együtt, akik a korai középkorban szabadok voltak egészen a jobbágyi viszonyig, amely alig különbözött a rabszolgaságtól és minden bizonnyal a legkeményebb sors volt egész Európában. A szomszédországok nemességének kívánsága, hogy a lengyelországi urakhoz hasonló hatalmuk legyen a parasztok fölött, beleértve az élet és halál fölötti hatalmat föllebezési jog nélkül, támogatta Lengyelország területi terjeszkedését. A legrosszabb volt a helyzet Lengyelország keleti országaiban, Fehér Oroszország és Ukrajna, amelyeket a jobbágy sorba került parasztok gyarmatosítottak és telepedtek oda. Kevés, de magas állású zsidó élt már a 10. századtól Lengyelországban. Nagyobb mértékű zsidó bevándorlás kezdődött a 13. században, amely Nagy Kázmér alatt érte el a csúcspontját. Ezzel egy időben romlott a zsidók helyzete Nyugat- és Közép-Európában. A lengyelországi zsidóságról keveset tudunk ebben az időben. De a királyság hatalmának csökkenése idején különösen Zsigmond 1506-1548 és fiai. Zsigmond Ágoston alatt
1548-1572 a zsidók társadalmi és politikai szerepe egy csapásra megnövekedett, és szokás szerint nagyobb fokú autonómiát is kaptak. Ez volt az az idő, amikor a lengyelországi zsidók legjelentősebb kedvezményeiket kapták meg, melynek csúcsa az ismert négy országot átfogó szinódium létrehozása volt, amely nagyon hatásos független zsidószerv volt uralkodási és törvénykezési hatalommal Lengyelország mind a négy ország részén. Sok fontos feladatának egyike volt a zsidók adóinak beszedése az egész országban, amelynek egy része a helyi zsidó közösségek tulajdonában maradt, a maradék pedig az állami kincstár tulajdona lett. Milyen szerepet játszott a lengyelországi zsidóság a 16. század kezdetétől 1795-ig? A királyi hatalom lehanyatlásával a nemesség nagyon hamar átvette a király addig játszott szerepét a zsidókkal szemben, aminek eredménye tartós és tragikus volt mind a zsidók, mind a lengyelországi nemesi köztársaság kis emberei számára. A nemesek egész Lengyelországban zsidókat használtak közvetítőként arra, hogy a királyi városok amúgy is gyenge gazdasági erejét alássák. A nyugati kereszténységben csak Lengyelországban nem vonatkoztak a város törvényei és az ipari kamarák rendelkezései a nemeseknek a városokban fekvő birtokaira. Többnyire a nemesek zsidó alkalmazottaikat tették ezekre a birtokokra, és ezzel egy állandó vita alapját vetették el. A zsidók olyan szempontból győztek, hogy a városok sem elnyomni, sem elűzni nem tudták őket. A gyakori népfölkelések alkalmával a zsidók elveszthették életüket, gyakrabban tulajdonukat, míg a nemesek nyereségüket tették zsebre. Hasonló, vagy még rosszabb következménye volt a zsidók gyakori alkalmazásának a nemesség kereskedelmi közvetítőjeként. Nem kellett a legtöbb lengyelországi adót megfizetniük, amely hátrányos volt a lengyel polgároknak. A legtartósabb és legtragikusabb következmények Lengyelország keleti területein voltak láthatóak, és pedig a mai határoktól keletre, az egész Ukrajna területén az orosz határig, 1667-ig a lengyel határ a Dnyeperen túl messze keleten volt, így például Poltava Lengyelországhoz tartozott. Ezen a nagy területen szinte nem voltak királyi városok. A városokat nemesek alapították, ezek az ő tulajdonaik voltak, lakosaik pedig szinte kizárólagosan zsidók voltak. 1939-ig sok a buktól keletre fekvő lengyelországi városban a zsidók aránya 90% körül volt. Ez a demográfiai jelenség még láthatóbb volt a cári Oroszországnak azoknak a területein, amelyek régebben Lengyelország részei voltak, és mint zsidó pale kerület néven ismert. A városokon kívül egész Lengyelországban és itt különösen keleten sok zsidó volt a parasztság közvetlen ellenőre és elnyomója, mint a lovagi birtokok intézői, mint ilyenek, a tulajdonos teljes jogaival rendelkeztek, vagy mint bizonyos feudális monopóliumok bérlői, mint malmoki, fékségeké, vendégfogadóké, vagy alkoholelőállító üzemeké. Megvolt a joguk arra, hogy a parasztok házait fegyveresen kutassák át engedély nélkül előállított alkoholt keresve, továbbá mint a különféle feudális adók szedői. Röviden, a keleti ország részben a zsidók a nemesség, és a feudalizált egyház, melyet a nemesség alapított meg ott, alattvalójaként a parasztok közvetlen kizsákmányolói voltak, és ők alkották ott a városok lakosságát. Kétségtelenül részesültek a nemesek valamilyen módon a zsidók által a parasztoktól kisajtolt haszomból. Kétség kívül a zsidókat is elnyomta és kizsákmányolta a nemesség. A történelmi forrásokban olvasható néhány jelentés azokról a megalázásokról, amelyben a zsidók részesültek a nemességtől. De ahogy már láttuk, a parasztok szenvedtek a legjobban az urak és a zsidók elnyomásától. Azt is föltehetjük, hogy a parasztfölkelések idejétől eltekintve a parasztok teljes mértékben érezték a zsidóvallási törvények nem zsidók elleni élét. Ahogy a következő fejezetben olvasni fogjuk, ezeket a törvényeket csak akkor helyezték ideiglenesen hatályon kívül,
Vagy gyöngítették erejüket, ha attól féltek, hogy ezek a zsidók ellen veszélyes ellenséges érzelmeket hívnak elő. A parasztok ellenségességét csak addig lehetett hatásosan figyelmen kívül hagyni, amíg a zsidó intéző el tudott bújni a birtok tulajdonos háta mögött. A modern állam előállásáig a helyzet változatlan volt. Ekkor Lengyelország már szétesett. Ezért volt ez az egyetlen olyan ország a nyugati kereszténységben, ahonnan a zsidókat sohasem utasították ki. A teljesen rabszolgává tett parasztságból nem tudott új középosztály előállni. A régi polgárság csak bizonyos területeken élt, gazdaságilag gyönge volt és emiatt hatalmasekély volt. A helyzet egészében rosszabbodott, de alapvető változás nem történt. A zsidó közösségek belső helyzete hasonló módon fejlődött. Az 1500-1795-ös időszakban, amely a judaizmus történetének legbabonákkal telibb része, a lengyelországi zsidóság túltett babonás félelmében és fanatizmusában minden más zsidó közösségen. A zsidó közösségi önkormányzatok nagy hatalma minderőteljesebben volt látható, és elnyomott minden eredeti és új gondolatot, támogatta a zsidó szegények pimasz elnyomását a zsidó gazdagok és rabbik által, és támogatta a parasztok elnyomását a zsidók által a nemesek szolgálatában. Itt sem volt kiút, kivéve egy kívülről jövő fölszabadítás formájában. Az 1795 előtti Lengyelországban, ahol a zsidók nagyobb társadalmi szerepet játszottak, mint bármely más klasszikus diaszpórában, látható legvilágosabban a klasszikus judaizmus csődje. 29 zsidó ellenes üldözések a klasszikus judaizmus idején a zsidókat gyakran üldözték. Éppen ez a tény szolgál ma a zsidó vallás védelmezőinek fő érvéül arra, hogy megvédjék a zsidó vallás nem zsidók elleni törvényeit is különösen a cionistáknak. Természetes, hogy a nemzeti szocialisták által kiirtott 5 vagy 6 millió európai zsidó ezen a szinten mindenen túltevő érv. Ezért kell ezt a jelenséget és annak időszerű szempontjait közelebbről szemügyre vennünk. Ez különösen fontos, ha figyelembe vesszük, hogy az 1795 előtti Lengyelországból származó zsidók, akiket keleti zsidóknak neveznek ellentétben a korai 19. század német kultúrköréből származó zsidókkal, akikhez a cseh és morvaországi és ausztriai zsidók is tartoznak, kezében van a politikai hatalom elsősorban Izraelben, valamint az USA zsidó közösségeiben és más angol nyelvű országokban. Az ő múltjuk miatt ez a fajta gondolkodás náluk mélyebben és tartósabban gyökeredzik, mint más zsidóknál. Először is éles különbséget kell tennünk a zsidók üldözése a klasszikus időkben és a nemzeti szocialisták általi zsidóírtás között. Az első alulról jövő népmozgalmak voltak, míg a második fölül kigondolt, megszervezett és kivitelezett dolog volt, amelyet állami tisztviselők szerveztek. Ilyen intézkedéseket, mint a nemzeti szocialista állam által szervezett kiirtással ritkán találkozunk a világtörténelemben, noha azért tudunk esetekről, mint a taszmániaiak és más gyarmatosított népek kiirtása. Azon kívül a nemzeti szocialisták a zsidók mellett más népek kiirtását is tervezték. Így a cigányokat is hasonlóan a zsidókhoz megsemmisítették és a szlávok kiirtása is elkezdődött, amelynek során civil lakosokat és hadifoglyokat rendszeresen kivégeztek. Éppen a klasszikus időben sok országban történt ismétlődő zsidó üldözést használták a cionista politikusok a palesztínok üldözésénél érvként és magyarázatként, és a judaizmus védelmezői pedig mint általános érvet. Ez egy olyan jelenség, amelyet részletesebben meg kell tárgyalni. Utalnunk kell arra, hogy még a legdurvább zsidó ellenes üldözések során is, azaz, amikor zsidókat öltek meg, az uralkodó elit, azaz a pápa és a császár, a királyok, a főnemesség és a magasrangú papság és a gazdag polgárság az önkormányzat alatt álló városokban mindig a zsidók oldalán állt.